Sziasztok, Marsalek Tamás vagyok, és ez itt újra a Techline Percek. A Búvár központunkból jelentkezem, épp egy új winget rakok össze, és arra gondoltam, hogy megmutatom nektek a Techline forradalmi Quick Release QR hevederzetét, amit tulajdonképpen ezzel az erős csattal egyenlővé teszi a wing viselésének, beállításának a nehézségét egy hagyományos mellény beállításával. Mindig el szoktam mondani, engedjétek meg, hogy most is megtegyem, hogy én a wingekhez mindenképpen a Deer hevederzetet javaslom, tekintettel arra, hogy ez a legbiztonságosabb, és mindig el szoktam mondani azoknak, akik tőlem vásárolnak ilyen felszerelést, illetve nem is elmondani, hanem megkérni szoktam, hogy legyetek szívesek, végezzetek el nálam egy haladó búvártechnikák tanfolyamot, hogy megtaníthassam megfelelően használni ezt a felszerelést. De aki ezt nem szeretné, és ragaszkodik ahhoz, hogy neki egy könnyen állítható és könnyen kioldható hevederzetre van szüksége, de mégis szeretné élvezni a wingek adta előnyöket, azoknak kiváló megoldás lehet ez a úgynevezett QR hevederzet. De nézzük, hogyan is működik. Összesen tehát ennyi alkatrészből áll. Így szoktam megkapni, amikor rendelsz egy winget egy ilyen hevederzettel. A legtetején vízszintesen a válheveder, majd a mell heveder, amiből majd egyébként a derékheveder is lesz, ebből nyilván kettő. Mell D-gyűrűk, maga a gyors csatlakozók, a stoppok, és a legalján az ágyékheveder. Megmutatom, hogy szoktam összeszerelni. Ennek a hevederzetnek a fűzése is úgy indul, mint bármelyik másé. Szóval kezdjük is el. Itt nincsen nagy újdonság. Várheveder fűzésével kezdjük. Viszont mivel sokkal rövidebb, és ezen a részen már toldásra és a csat beépítésére kerül sor, így aztán innen már eltérő a fűzése. Először is hagyományos módon elhelyezzük a mell D-gyűrűt a helyére. Illetve első körben egy tetszőleges helyre, mert majd nyilvánvalóan be kell állítani, hogy hova kerüljön. Második lépésként elhelyezésre kerül a csatnak a felső része. Fontos, hogy úgy szereljük össze, hogy amelyiket belecsattintjuk, az a rész alul legyen. Ez az állítható része, látjátok, két sáv is van, ez pedig a fix része, a felső. Úgyhogy így érdemes felszerelni. Ehhez erre a stopra lesz szükségünk, amely majd megtartja a helyén. Ezt is első körben egy tetszőleges helyre helyezzük el, és majd a finom beállítást a végén csináljuk meg. Most jön a csatnak a felfűzése.
Így. És ahogy már bizonyára kitaláltátok, ez a stop, amit ide felhelyeztem, ez fogja a helyén tartani majd a későbbiekben. Amennyiben zavar ennek a heveder végnek a látványa, akkor egy ilyen kis gumival, miután beállítottuk a helyét, hogy hol legyen, hol kényelmes kicsatolni, becsatolni, illetve melyik a megfelelő hosszúság, így szépen el lehet takarni. Amikor mindkét oldalon elkészültünk a csat felső részének a felhelyezésével, folytassuk az alsó állítható derékhevedernek a befűzésével. Így érdemes összefűzni, tehát ebbe a külső lukba kell először befűzni, majd amikor elérjük azt a magasságot, amit gondolunk, visszafűzni a belsőn, és így kész is vagyunk ennek a befűzésével. Én körülbelül egy ilyen félharasznyi, 10 centinyi húzhatóságot elegendőnek tartok, de ezt majd nyilván beállítjuk pontosan akkor, amikor készen lesz. Megvannak ezek a fűzések, egyszerűen rácsatoljuk ezt a két hevedert. Amikor ez megvan, folytatjuk a heveder befűzését. Közel a végeredményhez. Szóval a heveder befűzése után a megfelelő hosszúságát azt természetesen egy újabb stoppal állítjuk be. Igazándiból ennek a gyors csatlakozós hevederzetnek ennyi volt a lényege, ezt szerettem volna bemutatni, hogy ezzel a stoppal, amivel tulajdonképpen a csatot állítjuk be, a csatnak a magasságát, kényelmesen be lehet állítani olyanra, mint amilyen a hagyományos jacky típusú BCD is volt, ezzel a hevederzettel, ezzel a véggel ugyanúgy lehet húzni, szorosra állítani, kilazítani a merülés után, így kényelmesen lehet felvenni, majd levenni. Szerintem ez a quick release, ez a úgynevezett QR hevederzet zseniális. Rekreációs búvárnak, hobbi búvárnak különösen ajánlom. Remélem tetszett ez a videó, ha így van, akkor iratkozz föl, szólj hozzá, ha bármilyen észrevételed van, oszd meg velem, beszéljünk róla. Jó merüléseket kívánok! Sziasztok!